voksvadászat? A kormányfő populizmusnak minősíti a parlament béremelő intézkedését, és alkotmányossági óvást nyújt be. Iskolaügy. A korrupció ellenes ügyészségnek üzentek a Maros megyei politikusok. Szombaton utcai megmozdulásra készülnek. Méhészbánat. Csak feltételekkel tudja folyósítani a kaptáronként 15 lejes támogatást a mezőgazdasági minisztérium. Köszöntöm Önöket a híradóban! A szakbizottságok kiegészítéseivel fogadta el a képviselőház azt a kormányrendeletet megerősítő jogszabályt, amelyet eredetileg a bérkiegyenlítésre szánt a kabinet. Szociáldemokrata kezdeményezése azonban hatályát kiterjesztve átlagosan 15%-os bérnövekedést ír elő a tanügyben, az egészségügyben, valamint a szociális ellátórendszerben dolgozók számára. Drágos Piszláru munkaügyi miniszter a szavazás előtt arra kérte a képviselőket, hogy a kormányrendeletet az eredeti formájában szavazzák meg, ugyanis a szakbizottságok által hozott módosítások a különböző kategóriák közti különbségek elmélyüléséhez vezetnek majd. Liviu Dragnea, a szociáldemokrata párt elnöke viszont kijelentette, a parlamentet nem lehet megakadályozni egy törvény elfogadásában. Dacian Csolos miniszterelnök sajtótájékoztatón reagált a honatyák döntésére. Elmondta, az elfogadott jogszabály több érvényes előírást is áthág. Lehetetlen, hogy a képviselők ne ismerték volna a pénzügyi felelősségre vonatkozó jogszabályt, amelyben az áll, hogy a választások előtti 6 hónapban nem lehet elfogadni fizetésnövelést előíró törvényes rendelkezéseket. Ezt a törvényt egyébként maga a parlament szavazta meg, de vannak hasonló alkotmányos rendelkezések is. Dacian Csolos hangsúlyozta, a honatyák nem végeztek hatáselemzést, nem nevezték meg a forrást és nem kérték ki a kormány véleményezését, ami azonban kötelező lett volna. Emellett pedig nem tartották be azt az előírást sem, amely szerint amennyiben a két ház által elfogadott változat jelentősen eltér, a másik háznak is felül kell vizsgálni a korábbi döntését. Éppen ezért a kormány az Alkotmánybírósághoz fordul. A szenátusban hallgatólagosan elfogadottnak nyilvánították a PSZD két nyugdíjemelési törvénykezdeményezését is. Az egyik tervezet két lépcsőben a jelenlegi 871 lejes nyugdíjt 1206 lejre emelni, a másik 500 lejre emelni az egykori termelőszövetkezeti juttatást. A végső döntést a képviselőháznak kell meghoznia. Felkészült a belügyminisztérium arra, hogy zökkenőmentességet biztosítva pártatlanul megszervezze a december 11-i parlamenti választásokat. Ezt Drágos Tudoráké tárcavezető a kampány kezdetének szentelt sajtótájékoztatón jelentette be. A választási kampány hivatalos kezdete előtt 3 nappal ülésezett a választások megszervezését és lebonyolítását összehangoló központi technikai bizottság. Az ülés sajtónyilvános részén Drágos Tudoráki belügyminiszter kijelentette, terv szerint halad a szükséges kellékek, pecsétek, öntapados matricák beszerzése. Újdonság az átlátszó öntapadóan lezárható borítékok bevezetése, amelybe a szavazópecséteket zárják urnazárás után, és látható, hogy valamennyi pecsét benne van, valamint a szavazatszámlálási folyamat videórögzítése. Szeretném tisztázni, mert voltak bizonyos félreértések erre vonatkozóan, hogy milyen időszakra vonatkozik a videófelvétel. Nyomatékosítom, hogy csak azt az időszakot vesszük fel videóra, amikor a szavazatszámlálás zajlik. Magát a szavazási folyamatot urna nyitás és urna zárás között nem rögzítjük. Megjelent a hivatalos közlönyben a külföldi szavazókörzetek listája is. Ugyanakkor a speciális távközlési szolgálat biztosította azokat a szavazókat regisztráló táblagépeket, amelyek a helyhatósági választásokon már jól beváltak. A kolozsvári központi kampányító után az RMDS Maros megyei jelöltjei külön is bemutatkoztak a Marosvásárhelyi Kultúrpalotában rendezett megyei kampányindító rendezvényen. A jelöltek egyhangúan a biztonság megteremtését tartották legfontosabb feladatuknak a magyar közösség számára. Maros megye sajátos helyzetben van, hiszen itt a teljes korábbi képviselői és szenátori gárda lecserélődik az új mandátumban. A régebbiek valamennyien úgy döntöttek, nem indulnak újabb mandátumért. Kelemen Hunor szövetségi elnök szerint azonban ennek nem szabad megmutatkoznia a megye képviseletének munkájában. Az mindenféleképpen biztató, hogy egy olyan csapat állt össze, amelyben
szakképzett emberek vannak, a magyar ügy iránt elkötelezett emberek, és bízom benne, hogy nagyon gyorsan beletanulnak abba, amit a parlamenti politizálás jelent, mert ott nincs idő évekig inaskodni és megtanulni, hogy akkor most mit mivel fogyasztanak. Ott a testületétel után következik a munka a szakbizottságokban, a plenáris ülésen. A szenátusi listát Novák Csaba Zoltán történész vezeti. Felszólalásában elmondta, láthatatlan erők próbálják a magyar közösséget megfélemlíteni, és sokan emiatt kockázatosnak látják ma a politikai szerepvállalást. Többen feltették nekem a kérdést a napokban, az elmúlt hetekben is, hogy kedves Zoltán, nem félsz, nem fél, nem tartasz a jövőtől. És azt mondtam, hogy de igen, tartok, egy dologtól tartok, attól tartok, hogy milyen Erdély, milyen országot hagyok hátra a két gyerekemnek, az önök, a ti gyerekeiteknek, unokáitoknak. Ettől tartok, és ezért vállaltam közéleti szerepet, hogy részt vegyek egy olyan, hangsúlyozom, Románia és Erdély építésében, ahol jó élni. Maros megye első női képviselőjeként szeretne dolgozni Csép Éva Andrea az új parlamenti ciklusban. Ám akár férfi, akár nő a képviselő, elsősorban az erdélyi magyar közösség szolgálatát kell szem előtt tartania. Célom olyan Erdélyt építeni, ahol jó élni, ahol biztonságban tudjuk családjaink, és ahol nincsenek veszélyben jogaink. Olyan Erdélyt, ahova visszakívánkozik, és nem csak visszakívánkozik, hanem vissza is tér az, aki elment. Olyan Erdélyt, ahol jó nekünk. A rendezvényen, amelyet zenei intermezzók tettek oldottabbá, visszatérő motívum volt az a megfoghatatlan erők által indított kampány, amelyet a magyar közösség legnépszerűbb vezetői ellen indítottak az utóbbi időszakban. Minden szónok azonban azt hangsúlyozta, erős közösség vagyunk, amely nem hagyja magát megfélemlíteni. Szűknek bizonyult a Marosvásárhelyi keresztelő Szent János plébánia templom azon a hétfő esti misén, amelyen az egyház és a hívek tiltakozásukat fejezték ki, amiatt, hogy a hatalom a II. Rákóczi Ferenc katolikus gimnázium megszüntetésére törekszik, Tamási Zsolt igazgató ellen pedig eljárás indult. Több mint 100-an az udvaron, kihangosítón követték a ceremóniát. Az RMDS kampányító rendezvényének résztvevői testületileg vonultak át a templomba, hogy kifejezzék együttérzésüket a meghurcolt igazgatóval és aggodalmukat az iskola diákjainak sorsa iránt. A ceremónia után lehetőségük nyílt arra is a híveknek, hogy aláírják az egyház által megfogalmazott petíciót. A tiltakozások ezzel nem értek véget, ugyanis szombat este újabb megmozdulásra várják mindazokat, akik nem értenek egyet a hatóságok eljárásával. A magyar közösség ügyét támogatták, azonnal lecsaptak rájuk az ügyészek, az RMDS azonban mindvégig kiáll mellettük. A DNA-nak is üzentek a Maros megyei RMDS kampányító rendezvényén. Nem saját, hanem a marosvásárhelyi magyar közösség érdekét követte Tamási Zsolt a Római Katolikus Teológiai Liceum létrehozása kapcsán, így ártatlansága megkérdőjelezhetetlen, fogalmazott a Maros megyei kampányindítón Péter Ferenc. A Maros megyei tanácselnök elmondta, ennek ellenére mégis behálózzák az iskola igazgatót a korrupció ellenes ügyészek, de még a magyar ügyet támogató főtanfelügyelőt is megvádolják. A megfélemlítésnek nem szabad engedni, üzente a marosvásárhelyi magyarságnak. A marosvásárhelyi magyar közösség igényelte ennek az iskolának az elindítását. Most mégis eljárás indult Tamási Zsolt igazgató és az iskolát jóváhagyó főtanfelügyelő Stefán Szomesán ellen. Arra buzdítok mindenkit, hogy álljunk ki mellettük. Mutassuk meg, hogy nem tudnak megfélemlíteni minket, hogy erős és összetartó közösség a miénk. Mutassuk meg, hogy akkor, amikor baj van, vagy amikor fontos kérdésekről kell dönteni, mi egy emberként állunk ki jogainkért. A Római Katolikus Teológiai Liceum ügyében indított DNA-s eljárás kapcsán már több politikai alakulat, egyházi felekezet és civilek is felszólaltak. Bukarestben üléseznek a NATO keleti szárnyát képező 9 ország külügyminiszterei, illetve magasrangú képviselői. A központi témát a keleti és a déli szárnyat fenyegető kihívások képezik. A találkozón az Észak-Atlanti Szerződés szervezetét az új főtitkár helyettes Rose Göttmöller képviseli, aki Lázár Comăneci külügyminiszterrel közösen sajtótájékoztatón számolt be a szövetség tagjait foglalkoztató témákról, különösen ami a keleti és déli szárnyat érintő kihívásokat illeti.
Ugyanúgy értékeltük a szövetség jelenléte megerősítésének szükségességét a földrajzi térségünkben, és abban a tekintetben, hogy meg kell erősíteni a keleti szárny déli részét, ugyanis a legnagyobb biztonsági kihívások ebben a szomszédságban jelentkeznek. Az új főtitkár helyettes szavaiban kiemelte Románia hozzájárulását a NATO tevékenységéhez, részvételét a nemzetközi békefenntartó küldetésekben, a DVC-Lui rakétapajzs befogadását és a nemzetközi brigád felépítésében való részvételt. A NATO elismerés értékeli Románia hozzájárulását a szövetség tevékenységéhez egészében. Nagyon hálásak vagyunk és elismeréssel tartozunk mindezért a munkáért, amit önök végeznek. Rose Göttmüller találkozott Klaus Johannis államfővel is. Elmondta, nagyon fontos, hogy Románia 2%-ra növeli a belföldi össztermékből a katonai kiadások hányadát, és az országban gyakorlatilag konszenzus alakult ki a NATO-tagság támogatása kapcsán. Elutasította a Kolozs megyei ítélőtábla a kolozsvári gyermekkórház fellebbezését, amiért a diszkrimináció ellenes tanács 2000 lejre bírságolta, miután az intézetben hiányos román nyelvtudása miatt sértegettek egy balesetet szenvedett olasz teleki lányt. Az RMDS közleményben méltatta az ítélőtábla döntését. Ez morális elégtétel a családnak és mindazoknak, akik felháborodással követték a magyar ellenes történéseket, áll a közleményben. Nem kapnak kormánytámogatást a jelentős termékkiesést elszenvedő méhészek, annak ellenére, hogy a költségvetés megvan rá. A kárpótlás odaítélési feltételei ugyanis a legtöbb méhész számára nem teljesíthetőek. Az elmúlt 60 esztendő leggyengébb méztermését könyvelték el idén a romániai méhészek. A tavaszi esőzések és a nyár elejé szárazság következtében sok méhész az elmúlt évek átlagának a felét sem tudja kipergetni. A remélt kormánytámogatást azonban a legtöbben nem kapják meg, hiszen 3 évre visszamenőleg kellene bizonyítaniuk a termelés mértékéből, illetve a bevételek számadataiból azt, hogy valóban gyenge évet zártak. Időben megtettük a szükséges lépéseket a miniszter úr és a minisztérium felé. 6 beadványt fogalmaztunk meg, egyikre sem érkezett válasz, pedig államtitkári szinten is voltak tárgyalások, a költségvetési keret is biztosítva van. A miniszter úr többször is bejelentette a médiában, hogy 15 lejt kifizetnek mély családonként, abban az esetben, ha a méhészek kárt szenvedtek. A mintegy 60 méhészt tömörítő BioApis Egyesület elnöke azt mondja, nevetséges a szaktárca hozzáállása. Olyan magyarázatok vannak rá a mezőgazdasági minisztérium részéről, amit mi méhészek egyáltalán nem tudunk elfogadni. Tehát ilyen magyarázat, hogy nem tudjuk úgymond a könyvelési adatokkal bizonyítani, hogy az elmúlt évekhez képest sokkal gyengébb volt az idéni méhészeti év. Hát kérdem én, hogy milyen bizonyíték kell, mikor mindenki tudja, mindenki látja, hogy mi volt az idén. A Szentegyházi Demeter Imre hétvégi méhészként határozza meg magát. 5 éve foglalkozik méztermeléssel, 102 méh családja van. Azt mondja, a kaptáronkénti 15 lejes támogatás a méhek téli etetését sem fedezné. Ez most személy szerint nagyon rosszul érintett engemet ebben az évben. Ebből kifolyólag a jövőben azt tervezem, hogy a családokból eladok, esetleg kisebb családdal méhészkedem. Úgy gondolom, hogy ilyen bizonytalan évjáratokra és hogy az államra se lehet számítani, ebből kifolyólag csak kisebb méh családokkal próbálkozom. Az akácméztermést idén 80-90%-ban, a repcemésztermést 80%-ban, a napraforgó és hársméztermést pedig 40-45%-ban befolyásolta a kedvezőtlen időjárás. Börtöngondok és táncfesztivál. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Börtöngondok. Növelnék a Marosvásárhelyi Büntetés Végrehajtási Intézet kapacitását. A fegyházban 140%-os a telítettség. STEPS. Kolozsváron zajlik az ország legfontosabb kortárstánc fesztiválja. Világhírű társulatok lépnek deszkákra. Az államfő is részt vesz azon a közvitán, amelyet a tévé és rádió illeték eltörléséről tartanak csütörtökön Bukarestben a Román Nemzeti Könyvtárban. Az eseményt az Aktív vagy Sajtófigyelő Ügynökség szervezi, melynek célja megfelelő keretet biztosítani a párbeszédre az államelnök, illetve a sajtó és a civil képviselők között.
A rádiósok és tévések attól tartanak, hogy az illetékek eltörlésével ki lesznek szolgáltatva az aktuális politikai hatalomnak. Klaus Ioannis államfő a múlt héten úgy nyilatkozott, alaposan kielemzi majd a 102 nem adó jellegű illeték eltörléséről szóló törvényt, mert bár vannak olyan illetékek, amelyeket indokolt lenne megszüntetni, a tévé és rádió előfizetési díj kérdését alaposabban meg kell fontolni. Túl zsúfolt a marosvásárhelyi börtön, a kis cellákba emeletes ágyakat tettek be, hogy minden fogvatartottnak legyen külön ágya. A fegyház vezetősége több helyiséget is cellává alakítana, így 50-nel növekedne a férőhelyek száma. Jelenleg csaknem 400 rab tölti büntetését a marosvásárhelyi börtönben, ami 140%-os telítettséget jelent. A fegyház képviselői elmondták, nincs olyan, hogy több rab egy ágyon osztozna, viszont a cellák túl zsúfoltak. Erre viszont találtak megoldást. A börtön igazgatósága azonosított több helyiséget a fegyházon belül, amelynek megváltoztatná a rendeltetését, és ezzel csaknem 40-50 új férőhelyet biztosítana a fegyencek számára. Továbbá jelenleg a Maros-Szentkirályi Agrártechnikai Munkapontnál is csak 30 fegyenc számára tudnak biztosítani ellátást. A jövőben egy újabb épületet húznának fel, és csaknem 100-150 dolgozni vágyó fegyencet helyeznének ide a fegyházból. Mivel ez egy nagyobb befektetés, megvalósítása legalább 1-2 évbe fog telni. Kedden elindult a Tej Kifli program Hargita megye iskoláiban is, összesen 35 intézményben. A szállítási jogot közbeszerzésen elnyerő céggel Borbój Csaba megyei tanácselnök a hétvégén írta alá a szerződést. A további településekkel legkésőbb november 15-éig írják alá a szerződést. A megyében több mint 35 ezer gyermek jogosult az állam által biztosított 10 óraira. Az előző évek rossz tapasztalatai miatt idén 4 évre szóló keretszerződést kötöttek, mind a tej, mind a péktermékek szállítására a cégekkel, így jövőre elkerülhető a hosszas folyamat. A program idei késését többek között az új közbeszerzési törvény okozta, valamint az, hogy a tanfelügyelőség csak június 30-án kapta meg a létszámra vonatkozó adatokat. Ma zajlott Kolozsváron a harmadik Ovi olimpia, amelyen 12 magyar óvoda, 5 fős gyerekcsoportjai vettek részt. A szervezők a mozgáskorlátozott és sajátos nevelési igényű gyerekekre is gondoltak, számukra csütörtökön délelőtt tartanak paraolimpiai játékokat, én már második alkalommal. Ilyen lelkesen válaszoltak az óvisok arra a kérdésre, hogy kezdődhet-e a sportolimpia. A hangulat a különféle próbák alatt egyre csak fokozódott. A 2,5 évestől 6 évesig versenyző gyerekek vidáman szurkoltak egymásnak. A kicsik elmondásuk szerint felkészülve érkeztek a sporteseményre. Én nagyon szerettem az óviolimpiát, és eddig nagyon sokat tornáztam, és készülöttem eddig. És a második óvi olimpia előtt még egy kicsit izgultam, de aztán minden járt be. A több mint 500 apróság, ki egyedül ki segítséggel kúszott, szaladt, egyensúlyozott. Óvodánkban, a Vackó csoportban az egyik választható tantárgy, az egyik opcionális tantárgy az a mozgásfejlesztés. Fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek mozgása óvodáskorban fejleszthető a legjobban, és úgy gondoljuk, hogy ez az első lépés majd elősegíti az írást, olvasást, nagyon sok mindent. A sportolimpiát harmadik éve szervezi meg a Csemete óvoda. A 12 résztvevő csapat között idén nem csak kolozsváriak vannak. Már 3 európai uniós projektünk volt, aminek a célja az volt, hogy egészséges életmódra szoktatjuk az óvodásainkat, és akkor mi úgy gondoltuk, hogy bővítjük a kört, nem csak a mi óvodásaink éljenek egészséges életmódot, hanem hát akár 10 óvoda is Kolozsvárról. Az idén az újdonság, hogy Szamosújvárról is jelentkezett egy csoportunk. Valamennyi résztvevő jutalomban részesül, a szervezők így próbálják a mozgás és az egészséges életmód szeretetére buzdítani a kicsiket. Kolozsváron zajlik az ország legfontosabb kortárstánc fesztiválja, a STEPS 3. kiadása. 2 többszörösen díjazott társulat, a Magyarországi Budapest Táncszínház és az izraeli Kamea Dance Company előadásait is megnézheti a közönség.
Az izraeli Kamel Dance Company Soha Ország című előadásával vette hivatalosan kezdetét a Kolozsváron harmadik éve megszervezett Steps nemzetközi kortárs táncfesztivál. A produkcióban Tamir Ginz művészeti igazgató elgondolása nyomán az apokalipszis utáni világ tárul fel a nézők előtt. The main idea is that I was really stressed with the things that are happening. Az alapötlet onnan származik, hogy engem nagyon foglalkoztattak azok az események, amelyek mostanában történtek, az embereket ért támadások világszerte, az emberek közti tolerancia hiánya, a környezet elpusztítása. Elhatároztam, hogy egy olyan darabot szeretnék, amely azzal a gondolattal foglalkozik, hogy mi történik a világ vége utáni napon. A Nemzetközi Kortárs Táncfesztivál évről évre a világ legnagyobb színpadain előadott produkciókat vonultat fel. Ma a Galilean Ginz kétrészes előadásra kerül sor, holnap és holnap után a Budapesti Táncszínház, amely idén ünnepli 25. évfordulóját van jelen, a Balance előadással, valamint a Murmur de la Mediterrane és a Neves Boleróval, amely nem hiányozhat a fesztiválunkról, hiszen a Győri Balett és minden kiadásnak a szereplői ezt már bemutatták. A közönség így november 10-én este a fesztivál záró előadásán egy újabb bolero feldolgozást láthat a Kolozsvári Magyar Opera színpadán. Ünnepelt a sportklub, sporttal folytatjuk a híradót. €500 büntetést rót ki a Román Kosárlabda Szövetség Fegyelmi Bizottsága a kolozsvári és a jászvásári női csapatokra, amiért annak szurkolói magyar ellenes szövegeket kiabáltak. A Sepsi Szik október 28-án játszott Kolozsváron, most hétvégén pedig Jászvásáron lépett pályára, de mindkét mérkőzésen több rendbontás is történt. A szurkolók rasszista és magyar ellenes megnyilvánulásai miatt a Román Kosárlabda Szövetség megpróbált tenni, de az €500 büntetés nem tűnik túl szigorú döntésnek, tekintve, hogy nem ez volt az első eset. Kristálykupa néven szerveztek műkorcsolya versenyt Csíkszeredában. A romániai sportolók mellett Németországból és Angliából is voltak résztvevők. A csíki műkorcsolyázók 4 érmet szereztek. A felnőtteknél Kecskés Dorián győzött, a nagy ifjúságiaknál Kenés Zselyke második lett, a kis ifjúságiaknál Tulit Lehel második, Stojka Krisztina pedig harmadik helyen végzett. Legyőzte a bukaresti Steaua által a csíkszeredai sportklub jégkorong csapata. A kékfehérek 3-0-ra nyertek a katonacsapat ellen. A csíkkarcfalvi műjégpályán fogadta a sportklubot a bukaresti Steaua, amely egy jó ideje a Hargita megyei településen tartja hazai mérkőzéseit. A mérkőzést a csíkiak kezdték jobban, akik Moldován Ervin révén már az 5. percben megszerezték a vezetést. Ezután a Steaua kezdeményezett többet, de a csíkiak végül az utolsó harmadban még ütöttek 2 gólt, és simán nyertek 3-0-ra. Mindig úgy van, hogyha egy csapat nyer 3-0, 4-0, 5-0, akkor azt mondják, hogy ez simán megverte a másik csapatot. Hát mi egyáltalán nem így láttuk a kis padról. Steaua ambiciózusan játszott végig ellenünk. Második harmadban főleg nagyon sok helyzetet hagytunk ki. Itt ebből kifolyólag nem tudtunk nagy eredményt elérni. A két csapat ma este ismét összecsap, de pontokért lép jégre a gyergyószentmiklósi Progim is, amely a bajnoki címvédő Galac csapatát fogadja. A román bajnokság élén a brassói korona áll. Ez volt a híradó, mutatjuk a szerdai időjárás részleteit. Kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!